Tisztelt poroszlói lakosság! 2020. szeptember 6-án, vasárnap, ünnep volt községünkben. Egy lelkész beiktatása mindig fontos esemény, nem csak a beiktatott, nem csak az egyház, hanem a település életében is. Vélhetően egy hosszú, tartalmas, sok-sok munkával teli szolgálat teljesítése lesz ez. Az elmúlt időszak mindenképpen erre utal, hiszen számos jelentős történés kapcsolható a fiatal házaspár nevéhez, akik 2019 májusában költöztek poroszlóra. A beiktatási ceremónia előtt kettő nappal pénteken kaptam egy levelet polgármester úrtól, amely szerint, és most idézem, ő egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni az eseményen, ha én ott leszek és felkérnek, mondjak pár szót a képviselőtestület nevében. Ha nem leszek ott, akkor tekintsem tártalannak a levelet. Már ezt olvasva is dühös voltam, méltatlannak és szégyenteljesnek gondoltam, hiszen azt sugalta, hogy sem a polgármester, sem a helyettesítésére kijelölt a polgármester, sem az őt helyettesítő pénzügyi bizottság elnöke nem fog ráérni és nem fognak részt venni az ünnepségen. Ha jól láttam, a hétfős testületből csak Tóth Zoltánni és jó magam voltunk jelen, a többiek nem, ellenben a környékbeli települések vezetői is ott tartózkodtak. Mérges voltam, csalódott, és iszonyatosan szégyeltem magam, hogy egy ilyen testület tagja vagyok, hogy ezt is megélhettük poroszlón. Nem lett volna méltó, hogy ennek tegnap köszöntőmben nyíltan hangot adjak, most azonban megteszem. Bízom benne, hogy ez a kicsinyes, fölösleges helyi harc megszűnik, és végre belátják az érintettek, hogy lehet különbözően gondolkodni, más-más közösséghez tartozni, de haladni csak egymást tisztelve, becsülettel, párbeszéddel tudunk. Az, hogy épp, épp elfoglaltsága van valakinek, nyilván kellemetlen, de előfordulhat. Azonban az, hogy senki sem ér rá vasárnap délután, az már kevésbé hihető. De ez az ő bizonyítványuk. Én örömmel köszöntök bárkit, aki tenni, alkotni akar ebben a községben. Felekezeti, etnikai, politikai és egyéb hovatartozástól függetlenül, mert ezt így illik. Mert ez az erkölcsi minimum. Azt hiszem, a legutolsó voltam, aki hivatott volt arra, hogy a testület nevében jó kívánságot tolmácsoljon egy frissen beiktatott vezetőnek. Ezzel is megalázták a beiktatott személyét, de nekik kell majd elszámolni lelkiismeretükkel, amikor arra sor kerül. Ha már arra méltó voltam, hogy beszédet mondhassak egy ilyen, a település életében is fontos eseményen, akkor azt hiszem, most megvan ahhoz is a jogom, hogy így nyíltan kérjek elnézést a beiktatott porosztói lelkipásztortól, hogy elmondja, mennyire szégyellem, hogy ezt kellett megélnie, megtapasztalnia itt, poroszlón, az új otthonukban. Korábban is voltak már rossz előjelek, melyeket most nem sorolok fel, mert azt hiszem, ha nehéz szívvel is, de túl kell lépnünk ezen méltatlan történéseken, és előre kell tekintenünk. A beiktatáson elmondott soraimból idézek most. Jobb elválni egyénenként, és jobbá válni közösségként is, ez nem ez cél. Bízom benne, kölcsönösen fontos lesz poroszló egyházi és világi vezetésének egysége, ez közös feladatunk és felelősségünk is, mind a lakosság, mind a település érdekében. Remélem ezen gondolatok már tegnap is eljutottak az illetékesek fülébe, de hogy az üzenet biztosan célt érjen, ezért is ismételtem most el újra. Kedves lelkész úr, őszintén sajnálom, hogy így indult porosztói szolgálata, de tudom, hogy önben megvan a hit, a remény a változásra. Remélem, hogy befogadó közösségre találnak nálunk, hogy poroszló igazi otthonává válik a pál családnak a kezdeti nehézségek ellenére is. Tudom, hogy szorgalmas, összetartó gyülekezetével továbbra is meghatározó tagjai lesznek közösségünknek. Minden jót kívánok önöknek!